Ortner Tamás 2012. januárjában vette át a szombathelyi haladás irányítását. A szakember vezetésével az előző bajnokságot a 8. helyen zárta a csapat, és jelenleg is jó esély van arra, hogy ezt a szereplést a zöld-fehér együttes megismételje, avagy még felül is múlja. Felkértük Tamást, hogy újabb egy évig, illetve egy plusz egy évig irányítsa a haladást. Én azt gondolom, hogy az a munka, amikor átvette a haladást, a 8. helyre befutottunk ugye a tavalyi bajnokságban. Én azt gondolom, hogy most is az a helyezést fogjuk elérni. Remélem, egy picit előrébb is tudunk végezni. Nyilván én abba bízom, hiszen olyan meccseink következnek, amiket meg lehet nyerni. A klub tulajdonosi köre nem csak Ortner Tamás szerződését hosszabbította meg, hanem a stábjáét is, azaz Székely Tibor, Jagodit Zoltán és Jakab Csaba is marad a csapat mellett. A fő célkitűzés nem módosul, ami azt jelenti, hogy az eredményesség mellett továbbra is fontos lesz a tehetséges, saját nevelésű fiatalok beépítése a felnőtt gárdába. Azt hiszem, hogy ennek mindenképp örülni kell, mivel úgy érzem, hogy a vezetők ezzel az eddigi munkánkat ismerik el. Lehet látni, hogy azt, amit eddig csináltuk, azt maximálisan a vezetők elismerik, bíznak bennünk, és hát itt szeretném megköszönni a csapatunknak, játékosainknak és a segítőimnek, mert ebbe az, hogy mi nekünk meghosszabbítják a szerződésünket, azt hiszem, hogy nekik nagy szerepük van. A szombathelyi haladás labdarúgó csapata a bajnoki helyezéseket tekintve a klub történetének legsikeresebb időszakát tudhatja maga mögött. Az egylet vezetői bíznak abban, hogy Ortner Tamás személye garancia lehet arra, hogy ez a sikersorozat minél tovább tartson.